2011-ben alakította ki Bonyhádváros önkormányzata azt az adórendeletet, mely magába foglalta a magánszemélyek kommunális adójának tételét, mely ma is érvényben van, és amihez azóta semmilyen módon nem nyúlt a testület. Az adórendelet létrehozásakor a képviselők úgy döntöttek, nem vezetik be a városba az ingatlan adót. Filóni Ferenci Baja polgármester a testület legutóbbi ülésén is arról beszélt, szemben több hasonló méretű várossal, Bonyhádon továbbra sincs tervben ennek az adónemnek a bevezetése. Hadd mondjak én egy-két konkrét példát. Van olyan település, ahol már 2015 óta, tehát az elmúlt 7 évben is 16 ezer forint volt ennek az adónak a mértéke. Mi most kívánjuk csak 15 ezer forintra emelni. Vagy mondhatnék egy másik példát, ahol 13 ezer már 8 év óta, 17 ezer több településen szintén 8-10 éve bevezetett mértékén. Egy ilyen döntést természetesen sosem hoz meg jókedvében a képviselőtestület, és a polgármester sem javasol ilyet, hanem muszáj. Ezért az elmúlt 11 évben nem is került erre sor. Ma az a helyzet van, amikor muszáj ebben is döntenünk, hiszen nem csak úgy tudunk költségeket csökkenteni, takarékoskodni, az energiahatékonyságot növelni, hogy kevesebb áramot, kevesebb gázt fogyasztunk, hanem azt is meg kellett vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk bevétel növekményt elérni. Ez az egyik módja ennek, amire az elmúlt 11 évben nem került sor, és bízom benne, hogy még sokáig a jövőben sem fog. A kommunális adók tekintetében azonban szükség volt az emelésre. A lakás céljára szolgáló helységek kommunális adótétele 10 ezer forintról 15 ezer forintra változik, míg a nem lakás céljára szolgáló épületek, gazdasági épület, telek tekintetében a 8 ezer forintos adótétel 12 ezer forintra változik. A számításaink szerint ez havi 417 forintot jelent családok számára. Úgy ítéljük meg, hogy ez az összeg még nem elviselhetetlen. Mind a mellett, hogy a legrászorultabb réteg részére továbbra is élnek a lehetőségek, a mentesítési lehetőségek, sőt, a rendelet tervezetben annak bővítésével is számoltunk, és olyan előterjesztést készítettünk. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatok számára mindig fontos a saját bevételek áttekintése, talán a jelenlegi időben különösen, hiszen az önkormányzati saját bevételek a költségvetésnek jelentős részét képezik, és gyakorlatilag szabad felhasználásúak, és a jövőbeni folyamatok ismeretében erre úgy gondoljuk feltétlen szükség van. Mindenki tudja, hogy ez fontos, ugyanakkor szükséges annak érdekében, hogy a városban bevételek folyamatosan emelkedjenek. A kommunális adóból a városnak évi megközelítően 57 millió forint bevétele képződik, amit szabadon használhat fel például járdaépítésre, temetőkarbantartásra vagy pályázati önerőképzésre. A felhasználásról a képviselőtestület a jövő évi költségvetés tárgyalásakor dönt. A kommunális adót minden évben két részletben kell megfizetni, az első részletet 2023. márciusában, a másodikat szeptemberben.